Almából közel 2000 hektáron foglalkoznak biogazdálkodással a megyében. Ezt a gyümölcsöt termesztik a legnagyobb területen ökológiai gazdaságban Szabolcsban. De közel 1200 hektáron biomegy is terem, és hasonló módon mintegy 900 hektáron termelnek diót is a gazdák. A megyében egyre népszerűbb az ökológiai gazdálkodás, több mint 500 gazda állt már át az ilyen típusú termelésre. De nem csak a gazdák száma és a termőterület nagysága nő évről évre, hanem a termés mennyisége is. 2014-ben egy statisztika szerint Szabolcs megyében termeltünk 6600 tonna bioalmát. 2018-ban az én becslésem az, hogy átléptük a 20000 tonnát. Tehát 4 év alatt gyakorlatilag több mint háromszorosára nőtt a termelés, azért ez az jelent valamit. És a 2019-es prognózison pedig az, hogy ez 20% és 50%-kal is nőhet. Amennyiben továbbra is ilyen gyors ütemben nő a megtermelt mennyiség a bionövényekből, az amúgy sem nagy piacon egyre nehezebb lesz értékesíteni azokat megfelelően. A megyében a megtermelt biotermékek 99%-a külföldre megy, csupán 1% kerül itthon feldolgozásra és a boltok polcaira. A feldolgozás az nagyon gyerekcipőbe jár sajnos. Nagyon kevés a feldolgozó Szabolcs megyében is. Tehát ezeket keresünk is azokat a feldolgozókat, akiket be tudunk kapcsolni, és az ügy mellé tudjuk állítani. Megkeressük azokat a üzemeket, amelyek most nem biosok, nem termelnek biót, és valamilyen formában tulajdonképpen termelői tulajdonba tudjuk venni. Mert ezek az üzemek lesznek azok, akik ténylegesen fogják tudni befolyásolni a piacot. A biotermékek hazai piaci szerepének erősítésére további tervek is vannak a gazdák részéről. Nagyszerű lenne az, ha a kormányunk 30%-os bevitelét meg tudnánk oldani, már olyan a élelmiszer bevitelét a gyerekeknek, kórházaknak, és ez nagyban elősegítené a mi tevékenységenkét is, mert így a piacra jutás és a piac biztosítása megvolna a mi termékünknek is, akár még csak egyszerűen, mint asztali almának is. A nyugati országokban a biotermék fogyasztása napi szintű a lakosság körében. Magyarországon is egyre nő a biotermékek iránti kereslet, köszönhetően a tudatos fogyasztói tendencia erősödésének. Így a boltok polcaira is egyre több biotermék kerül, és ma már egyetlen komoly üzletlánc sem próbál meg biotermék nélkül működtetni egy áruházláncot.